Szeretettel köszöntjük a Patmos Café mai nézőit, hallgatóit, műsorvezető társammal Márkus Attilával. Szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt és hallgatót. És ezúttal egy képregény lesz maga a beszélgetésünk, ugyanis képekről fogunk beszélgetni, amelyet a kedves meghívott vendégünk, Bárány László készített. Szerbusz, Laci. és a hallgatókat is. Tehát mi arra a regényre vagyunk kíváncsiak, ami elvezetett ahhoz, hogy megszületett ez a két könyv, amit itt most láthatnak a, a hallgatók, tehát a hallgatók nem annyira, de ha nézik, akkor feltétlenül. Tehát Pál Apostolt kísérted el az útjára, Uh, amit egyébként a Szentpál Akadémián is rengeteget tanulunk, és néha uh, bele is törik az ember bicskája, hogy honnan utazott, hova, hogy is nézett az ki, akkor még azt elképzelni, hogy az milyen lehetett akkor, nem a hát te igen, is abszolút, ezt végig tanultál. Igen, és se tudtam, hogy hol van a hanyarikámon elsője. <laughs> Ellenben, most bevallom, én többek között ezekből a könyvekből, illetve akkor még csak az első volt meg, ami azt mondtad a második igazából, tehát a Paulus útján kise én abból is készültem erre a vizsgára, mert nagyon sokat hozzátett vizuálisan. Uh -huh. De hát ennek van egy története, és szerencsére a könyv lapozgatása mellett ezt most tőled megtudhatjuk. Például azt, hogy hogyan lett az első könyvből a második. Én alapvetően filmezéssel foglalkozom. Ja, viszont a 90-es évek elején, amikor így hát, zsenge pontogattam a szárnyaimat, akkor fotóriporterként dolgoztam, és nekem akkor fogalmazódott meg, a, hát mint bibliaolvasó 20 éves fiatalban, hogy hát de jó lenne egyszer végigjárni a, a Pálapostolnak a missziós útjait. És ez egy ilyen dédelgetett álom volt, de igazából akkora a téma, hogy nem nagyon tudtam megfogni. mert hát, hogy hogyan, hogy most menjünk el az elejétől, és akkor járjuk végig, hát ennek nem volt realitása. Meg ma, hát, ma már nem hajózunk annyit, hanem nem lehet repülővel. Gyalog, gyalog is mentél közben? Hát gyalog keveset, de hajózni hajóztunk, uh -huh. és nagyon sokat autóztunk, és akkor, akkor jött a gondolat, hogy akkor próbáljuk meg ezt valahogy szét szálazni mondjuk kontinensre vagy kultúrára és így jött az, hogy először a, a Pálapostól Európában kötet jelent meg két és fél éve, és akkor az európai helyszíneket ugye jártuk be, Hát ami, tehát tényleg hatalmas a távolsága, minden, ami, ami, ami ehhez kötődik, és akkor én nem is nagyon mertem ezt belegondolni, hogy, hogy hogy, ennek majd lesz egy, egy másik kötete is. De hál' Istennek annyi pozitív visszajelzést kaptam, kaptunk az első kötet megjelenése után, hogy, hogy akkor el kellett gondolkodni azon, hogy hogyan tovább. Ugye az nagyon fontos, hogy én nem vagyok teológus, nem vagyok történész, én egy ilyen vizuális ember vagyok. Ebből a projektben talán leginkább a tanú. Tehát aki, aki, aki tényleg végigjártunk, ami az apostolok cselekedetében szerepel helyszín, ott mi voltunk. És az, hogy ez a két kötet megszületett, az azért volt, mert a professzor Grul Tibor a legelején ebbe, ebbe így látott fantáziát, és nagyon sokat segített nekem, már az első kötetnél is. De a második kötetnél, ami igazából az első, a Kis Ázsia, ott viszont volt olyan utazás, ahol közösen is utaztunk, és Azért hát... most egy többen irigyelünk téged é, szerint? Hát igen, hogyha... Egyrészt a, a... állapostól útja, másrészt ugyan, tehát hogy tudós szemmel végignézni igen, ezt. Igen, hát ráadásul ővele olyan városokba jártunk, mint Tarzosz vagy a szíriai Antiókia, tehát amik már tényleg nagyon messze vannak az európai kultúrkörtől. És akkor talán itt lehet, hogy rátérhetnék a, 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 a kis-ázsiai kötetnek egy, egy pár részére, ugye? Most, hogyha ránézünk egyébként erre a térképre, azért azt kell, hogy mondjuk, hogy nem nem sajnálta az energiát pállapostól. Pont ez a meg, mert nem, hogy mondta az előbb, hogy, hogy nem kis út és nem kis távolság mondja majd egy 21. századi ember. És innentől kezdve ez, ez még nagyobb. Igen. Tűnik gigászi, és ebben ah, nagyon sok üzenet is van <laughs> különben. Hát, hogyha ránézünk erre a térképre, akkor megmondom őszintén, amikor ezt a csináltuk az albumot, és akkor ezt, ezt, a sok piros pöttyöt így megláttam, akkor nekem könyvbe lábadt a szemem, hogy, 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 itt mi voltunk, hogy ezt végigárhattam, és hogy, 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 elképesztő ez a, ez a történet. Ugye a történet az a szíriai Antiókiába kezdődött, ugye valamikor Isten kivégzése után, ugye a Jeruzsálemből elmenekülő keresztények jelentős része ott talált otthont, és ott elkezdett a gyülekezet épülni. Ugye ide küldik el Barnabást az apostolok, és uh, hát Barnabás, aki, aki hoz, egy nagyon, hoz egy nagyon merészet, ugye akkor éppen Tarzoszba pihentette a fiatal egyház uh, Pauluszt, uh, pál, uh, a későbbi Pálapostolt, mert hogy uh, ugye ott érdekes volt a Pál ugye megtérése, megtér, uh, Damaszkusznál, utána elmegy az arábiai sivatagba, visszamegy Damaszkuszba, aztán Jeruzsálembe. Ott ugye az apostolok hát kicsit elzárkoznak ettől a furcsa alaktól. Barnabás az, aki beviszi az apostolok elé, Ugye azért furcsa alak, ugye, mert akkor még nem voltak hozzászokva, hogy most akkor tényleg az egyház az lesz, hogy mindenki, bárki bejöhet, aki befogadja Jézus, de ugye az csak belül van, kívül ugyanolyan ö, különbözőek maradnak, csak belül lesznek ugyanolyanok, és hát Pál nem arról volt híres, hogy addig akár a zsidóknak, akár a, vagy a zsidók részéről a keresztények felé akkor a barátságosságot mutatott. Így van, így van, és Barnabás, aki kvázi garanciát vállal ért az apostolok előtt, de ugye azt is lehet. Látjuk, hogy utána az szóval, hogy ott valószínű, hogy a, a farizeus háttérből jövő Pál azért elég radikális ember lehet, Minden esetre úgy tűnik, hogy az apostolok hazaküldik e, Tarzosba. És akkor egy darabig ott van, de ez a bizonyos barna aki aki megérkezik a szíriai Antiókiába, ez, e, ez azt gondolja, hogy ő, ő elmegy Antiókiából Tarzosba. Na és ezt ott a helyszínen e, érzékeltük. Ugyanis ez körülbelül 500 kilométer gyalogút. Ő is nagyon elkötelezett volt, akkor most már egész másképp értékeljük. 500 kilométer gyalogút a rekkenő, hőségben, e, magas hegyeken át. Fölteszem a kérdés, miért nem ment hajóval? Hát Oké, oké, Mert, okay, okay, okay. Menj, mert nem alapúta. Például, hogy hajóval? Igen, és akkor az ember megérti, hogy ahhoz, hogy legyenek pálapostolok, ahhoz kellenek barnabások, akik, akik utána mennek a, a, az ilyen nagyszerű, ígéretes embereknek. 500 kilométer. Igen, reggel. igen. Hőség. Mennyi idő lehetett ez egyébként az uh, akkor gyalogút? Olyan két hét gyalogút. Puh, na most, uh, suma sumárul ugye megérkezik uh, Pál uh, a szíriai Antiókiába, mi jártunk itt, ez gyakorlatilag a szír határ mellett van, és ugye mi még le tudtuk fényképezni azt a hatalmas várost, ami, ami gyakorlatilag az egykori szíriai Antiókia volt, ugye ez ma is egy élő nagy város volt, igen ám, de ugye ez a bizonyos hatalmas török földrengés ez a, ezt a város gyakorlatilag megsemmisítette. Tehát mi, mi egy olyan vidéket láthattunk itt, ami, amit ma már nem lehet látni. Esetleg segítek annyit a a, 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 a kollégáknak, hogy ez majd a, a, a könyvnek a 14. oldalán van, de előtte még annyit azért hadd, menjek vissza a történetben, mert igazából a legnagyobb, legnagyobb élményeink egyike az maga Tarzosz település volt. Ugye itt született Pál Pálapostól. Azt rögtön ugye el is kell mondani, hogy a ugye professzor óta tudjuk, ugye, hogy nem Saulból lett Pál, hanem mindig is Saul volt, és mindig is Paulus volt. Paulus a római neve Pálapostolnak, Saul pedig a Héber neve Pálapostolnak. A, a Ennek a kötetnek ugye az első a címlapján, ez egy Tarzosz melleti kapu látható, és ez az út, ami itt van, ez a Via Tauri nevezetű nagy karavánút volt, ez vezetett a város határába, ez biztosította igazából Tarzosznak a, 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 az, a a fejlődését, az életét, ugye egy textilipai központ volt, ugye talán emlékszünk rá, hogy a Bibliában szerepel, hogy Pálnak a készítő sátor volt. készítő volt, de ezt egy kicsit tágabban kell értelmezni, tehát a sátor az lehet vitorlavászon, tol sok minden. Hát nem magát a sátrat készítette, hanem az anyagot ezek szerint. Szerintem az... belefért ez is az is, uh -huh. de hogy ez akkor egy nagyon fontos Olyan, uh -huh. uh 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 anyag volt. Hát ez a, a Tarzuszról azért annyit hadd mondjak el, hogy, hogy megérkeztünk este. Azt, azt már előre láttam a szállásfoglalásból, hogy ez egy rock'n'roll lesz uh -huh. a, 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 a város. De minden elképzelésünket felülmúlta. Hát egy rendkívül rossz környéken állt meg a, 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 a Tibor vezetett, nem a taxi, a Tibor autójával mentünk Budapestről a Szíriai Antiókiáig. Tehát a Szír rég, tehát ott végig autóztunk ezt a távon. Megérkezünk Tarzoszba. És hát az történt, hogy közölte a, 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 a szállodának a portása, hogy hogy nem tudunk bent parkolni, hát nem volt nagy szállodára, nem kell gondolni. Az volt egy udvar, ami oda nem állhatunk be, az utcán parkoljunk. Kérdeztük, hogy és ez biztonságos? Hát mondta, hogy nagyon. És akkor ott leparkoltunk, és hát az volt az, hogy Hát így gondolkoztunk, hogy mit csináljunk, láttunk, ott volt egy autós, egy személy kocsival, hát hogy megkérdezzük őt, hogy vajon itt jó dolog parkolni? És éppen indultunk volna hozzá, amikor azt látjuk, hogy ez az autós kiszáll az autójából, komótosan felnyitja a csomagtartóját, kivesz belőle egy rendszámtáblát, és lecseréli a rendszámát arra a rendszámra. És hát akkor elmenekültünk meg se a következő városig, ott szereztünk szállást, és aztán napközben jártunk be mi Tarzozba, mert ez már nem török, ez már arab világ, ami ott van, és ez már egy, 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 egy más hangulat. Visszatérve, ugye Tarzoszból ugye elhívta Barnabás a Szíria Antiókiába, és az a hogy innen indulnak el ezek a missziós utazások, a, 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 a szép sorba, ha úgy tetszik, mm. amire ugye Pálapustól vállalkozik. Ugye az első ilyen a, nagy vállalkozás, hogy a, a Szíriai Antiókiából lemennek szeleókia kikötőjébe, és a, a, onnan a hajóval elmennek Ciprusra. E, itt, igen, itt lehet látni. E, a, itt annyit uh, hadd hogy uh, Cipruson Szalamisznál érnek partot. Szóljatok, hogyha túl száraz a. a nem a, száraz, a, az, az ne, ne, annak a legkevésbé ne, ne, sem lesz ne, <laughs> Inkább csak azt gondolom, hogy lehet, hogy csak egy-két város fog beleférni. Féljön, úgy, hogy a... <háll> Akkor gyorsítom. Ne, nem, nem, nem. kell gyorsítani, nem. elég. Eztől a szíriai Antiókia, a, és ezek nem a saját képeim, ez marad belőle. Tehát gyakorlatilag... De nyilván ö, ezt akartam is kérdezni, ez a háború a Nem, a hát földrengés. Pont, ez a földrengés Gyakorlatilag a, övezet, a házak, olyan szintű földrengés volt. Ez itt hosszú ö, hagyományra tekint, olyan értelme, hogy egy törésrendszer mentén van a város, tehát ez a ókorban is egy földrengés veszélyes terület volt. Meg lehet úszni egyébként egy ilyen utat anélkül, hogy valamennyire tudósá ne váljál? mert azt mondtad, azzal kezdted, hogy mi nem vagy, de most úgy tűnik, hogy azért ez a fajta pedagógia azért beválik. Hát azért a Grütibor mellett, hogyha az ember nagyon óvatlan, akkor is, <laughs> is sok minden ragad azért az emberre. Direkt kizárni, <laughs> meg nem akart mindent. Én... Direkt, <gül> <gül> Itt, volt. Ciprusról egy kicsit mesélnék. <laughs> uh, Szalamiszba úgy is a, a, a a, az apostolok cselekedetei, hogy több zsinagóga is van, ahol beszélt Pál. Ezeket olvastátok közben egyébként? Hát, hát hogy, hogy ne, persze, így... hát ez volt a bédekkel, ha úgy tetszik, uh -huh. az igen, apostolok igen. cselekedetei. Ez is egy nagyszerű dolog egyébként igen, ebben a, a, a Bibliában is, meg ebben a könyvben is, hogy itt valós földrajzi helyekről, valós történelmi eseményekről, valós személyekről van szó, tehát te vagy itt az élő tanú, hogy ezt le lehet követni. Um, Hát igen, hál' Istennek. Szalamizból ők elmentek Páfoszba, és ugye ott, ott, van egy nagyon izgalmas találkozó, ugye Sergius Paulusszal. Grültibornak van egy, ugye egy elmélete, Azért ez, ha, ha nem is egészében, de részleteiben más történészeknél is felfelbukkan. Mégpedig az, hogy vajon hogyan került Szergiusz Paulusz uh, uh, helytartó udvarába egy zsidó vándorprédikátor, tehát uh -huh. pár zsidó vándorprédikátor. Valami szállat mutatott. Hát ugye ki, nem? azt mondja a, a Tibor, hogy azért minden érdekes, hogy itt két Paulus találkozik. És felmerül a kérdés, hogy pár honnan kapta a Paulusz nevet. És ugye annyit lehet tudni, hogy a felszabadított, ha valaki úgy kapta meg a római polgárságot, hogy felszabadított rabszolga volt, akkor a, 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 a felszabadítójáról kapta a nevét, uh -huh. és igazából bejárása volt az egykori gazdájához. És itt azért nagyon érdekes ez a, ez a, momentum, és még egy nagyon érdekes dolog van, hogy ugye Paphosból lényegében egyenesen a, Szíria, a piszidiai Antiókiába mennek ugye Pál és Barnabás. Piszidia Antiókia már kis-ázsiai kontinensen van, viszont ez Sergius Paulusnak a birtokai veszik körbe ezt az egykori várost. Tehát nagyon sokan felvetik, hogy itt esetleg egyfajta ajánlólevéllel, vagy valamilyen ajánlással mehettek, hiszen nagyon gyanús, hogy, hogy a ciprusi, a Servius ciprusi villájából egyből Servius Paulus földbirtokain fekvő városhoz mennek pálék. Ugye innen elhajóznak a, bocsánat, kiraktak a kollégát, ezt, 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 ezt ha lehet, mutassuk meg azt a halászt, mert nagyon, nagyon szeretem. Ez paffos, amit most itt láttuk, és ez pedig egy paffosi halász. Csak hogy egy kis ciprusi millió legyen, tehát hogy nagyon jelentős volt, az ókorban még jelentősebb volt a halászat itt, mint ma. Ennek megvannak a... Az okai nem, ezt most időhiányában hagyjuk. De, de, igen, igen, csak, a, csak az a kérdésem, hogy mit találtatok ott nyomokat, Pál lábnyomai még ott vannak-e, vagy ez már úgymond belepte az idő, és ők már nem annyira foglalkoznak vele, hogy itt valaha járt Pál. Pafoszban van egy régészeti park, és ennek a régészeti parknak a bizonyos területe az ókori villanegyedek. Itt vannak olyan ö, romok, amik száz szobás villáknak a, a romjai, tehát ez tényleg az elit lakott itt. Azt tudják, hogy a, hogy a második század körülből maradt ott a, a sziget helytartójának villa romja. És erről viszont azt gondolják, hogy ez könnyen lehet, hogy a, a sziget első századi helytartója, tehát Siragius Paulus villa egykori villája a helyén épülhetett fel. Tehát ez nagyon ö, ö, gyanús, hogy, ö, hogy ezek a villák, ezek ö, ott, ö, pont ott ö, ezek a villaromokozók ott ö, vannak, ahol Szergiusz Paulus és Pálapostó találkozása volt. És még itt annyit hadd említsek meg, hogy ö, ugye itt, ö, itt van egy nagy szellemi konfliktus ö, Uh, ugye a, 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 az udvarban, ugye egy mágussal, és uh, egy római író megemlíti, hogy Cipruson egy különleges zsidó mágikus uh, 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 hát kultusz volt, és uh, nagyon érdekes, hogy ezt a rómaiak kiemelik, hogy ez nem egy átlagos babonaság, volt itt a szigeten, hanem ez valami nagyon-nagyon kemény dolog lehet, és az a konfliktus, ami olyan éles lett, ugye amiről ír az apostolok cselekedetei, az talán nem véletlen, tehát uh -huh. hogy itt Pál nem feltétlenül reagálta túl szellemi értelemben a helyzetet, hanem valószínűleg itt ilyen erőviszonyok voltak. De a mostaniak tudják, hogy Pál a ott járt, és nekik természetesen, fontos? Természetesen. természetesen. Ugye a Szerintes. Ciprusnak a, ez a része, Páfoszi része, az, 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 az úgymond görög lakta vidék, ott keresztények laknak, ugye a másik része Ciprusnak az törökök által, hát nem megszállt, csak, csak meglátogatott vidék, már hosszabb ideje, tehát ott, ott főleg az iszlám Kultúra uh, van. Most innen, ugye Ciprusról elmennek a kontinensre, uh, ott is nagyon tanulságos volt, mert uh, ugye Atáliába uh, érnek uh, partot, és onnan elmennek Pergébe. Uh, és nagyon érdekes, hogy Perge, Pergében nem hirdeti Pál az Evangéliumot. Itt én nem, akar, nem, nem értek hozzá, csak felvetem, hogy ugyanakkor itt válik Most már el, úgyis hiába tagadod, hogy értesz hozzá. Uh, itt válik el tőlük uh, János Márk, ugye van ez a bizonyos igen. konfliktus, hogy ő, ő úgymond dezertál erről a szolgálati útról, és érdekes, hogy itt ebbe a városba akkor nem hirdetik az evangéliumot, pedig mindenhol amúgy igen. Minden esetre innen tovább mennek, eljutnak a, a Pisidiai Antiókiába, és kérdeztet, hogy itt lehet-e látni lábnyomot, stb. Ugye? Hát meg a számon van-e Így van. Itt a Piscidi Antiákiában van egy nagyon kulcsfontosságú ö, lelet. A helyi kis múzeumban ott van egy kő, amin ö, a Sergius Paulus neve szerepel. Tehát ö, ö, egy ilyen tetten érhető emléke is van ö, a, a Paulusok jelenlétének. Ö, és és aztán a, ott leültünk a múzeum kertjébe egy kicsit megpienni közben a, a professzor professzorot jártak a, a szavaszét dobált köveket, és még akkor talált egy pár ilyen e, Paulus feliratú e, követ. Tehát ott, ott abszolút e, van ennek enne a ja. Így van, hm. így van. Ez egy, ott ki lehet olvasni egy megfelelő módon, valamiféle ragozásban van, nem értek hozzá, azért az, de az, ami mi uh -huh. Sergius Paulus. De most innen Szergiusz Paulus ugye birtokai, ezért is érdekes, hogy amikor ebbe a városba gyakorlatilag egy zendülés tör ki pálék ellen egy idő után, akkor el tudjuk képzelni ennek a, a, az erejét, mert itt a, a nagy méltóságú Sergius Paulus, hát által beajánlott embereknek mehettek nekik. Tehát itt nagyon-nagyon erős konfliktusról volt szó, hogy ez idáig fajult el. Uh -huh. És akkor ugye innen mennek tovább a következő városokba, Ikóniumba. Hát az ma egy olyan izigvérig török város. Nagyon érdekes, hogy egy nagyon ősi városról van szó, de gyakorlatilag semmi. Zsidó, római, görög, Én semmilyen emlék nincs, csak a, a, a török csak a világ. világ. Mm -hmm. Mm -hmm. És a név maradt mm -hmm. meg. Így van, így van. I és aztán ugye itt is konfliktusba kerülnek, és akkor innen tovább mennek, ugye Lisztrába. Hát az, az, az is nagy élmény volt. Lisztra, ugye ezeket úgy mondják, hogy tell. Ezek gyakorlatilag egy domb maradt. A, a, hát innen a Tel a is. Így van, így van. És ö, ott van a, a dom mélyén, ott van maga az ókori város, de hát ö, vagy en, nem engedélyezik a ásatásokat ott a török kormány, vagy éppen nincs rá pénz. Mert okay. szerintem valószínűleg lenne ott külföldi, Befekt. régész csapat, aki szívesen ásna, Biztos. és gyakorlatilag igen, ez a ez lisztra. Tehát ott a, a hegy mélyén az lisztra, ugye itt, itt van a, talán az egyik legélesebb konfliktus Pálnak, és itt van, amikor megkövezik, annyira ugye, hogy ö, ö, azt hiszik, hogy meghal, kivonszolják a városon kívülre. És ö, nem akarok feje bölcselkedni, de ugye hogy a, az a szó, ami azt jelenti, hogy ö, Pál felállt és, és lerázta magát és be, visszament a, a városba, az azt is jelenti, hogy feltámadt. Azért el tudunk képzelni egy kövezést, tehát az nem egy ilyen... Ö, egy ilyen ö, finom társadalmi ö, valami, hanem az egy hát az, az egy kivégzés, az tehát, egy kivégzés, a, a, tehát kivégzés, hogy azért az, a, a, el, képzeljük el, hogy ez utána hogy volt. És akkor innen tovább megy Pál ö, derbébe. És a Tibor, Grút ő mindig kifejezi azt, hogy nagyon érdekes, hogy a Pálnak alapvetően a konfliktusai azok ö, azok, ö, a Római kolóniákkal, kolónia rangú településekbe van. Ezeket úgy is lehet mondani, hogy mini rómák, rómá, rómának a klónjai. És ez nagyon büszkék az ott lakók, hogy ők római polgárok, általában leteleped, letelepített, opsitos légionáriusokról van szó. És, és úgy tűnik, hogy ezekben a településekben vannak ezek a nagyon kemény konfliktusai pálnak, és olyan település, például a Derbe, ahol ami nem kolónia rangú, ott úgy tűnik, hogy viszonylag békésen tudták hirdetni az evangéliumot. Tehát sok oka lehetett. Minden esetre ebből külön kurzust indíthatnál lassan. Nem. Én azt gondolom, hogy <laughs> ez egy olyan ö, ö, alátámasztja azt a. Azt, azt, típusú pedagógiát, amit én is nagyon hatékonynak tartok, hogy oda menni, megnézni, megfogni, látni a helyet. Gondolom, ti is beszéltetek emberekkel is, vagy legalábbis megpróbáltatok valamilyen kontaktot, vagy ez teljesen lehetetlen volt? Ezért, hát erről van egy, van egy története. A Törökországban a, a leszámítva a gyakorlatilag a, a négy csillagos szállodákban sem beszél a recepciós angolul. Tehát nagyon nagy a belföldi turizmusok ezeken a helyeken, mm. ők ők nem foglalkoznak Az ilyesmivel. Azért szívesen láttak benneteket? Ö, alapvetően ezzel nem volt gond. Vagy a... legalábbis nem értettétek, amit mondtak. <gül> mondjuk <gül> úgy, hogy a maguk módján szívesen mm. láttak minket. És itt volt egy nagyon érdekes történet. A, 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 ugye egy Pálnak a. a, a a, egy későbbi útjá kapcsolatban, ugye Frigyában is ö, be, eljárt a Frigyát, és Frigyában voltunk, és a, a láttunk egy, hát egy, egy, nyájat a pásztorral, hát ez, persze hát ez boldogsága magunk fajtának, akkor oda szaladtunk a, 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 a tallóra, és egy, hát próbáltam valahogy kommunikálni a pásztorral, hogy mégiscsak csak az legyen, hogy oda megy, az ember lefényképezi, aztán és akkor magyaráztam neki, hogy hát én vagyok Laci, hogy te ki vagy. És ezt így nagyon-nagyon magyaráztam neki, majd a pásztor, aki egy hát szakasztot úgy nézett ki, mint egy török pásztor frígyában, egy, egy ilyen nem létező vidéken, és akkor egyszer csak visszaszólt, hogy welcome. My name is Ibrahim. <hállt> és teljesen el, el voltunk csak kérdezte, hogy próbáltunk-e kommunikálni, hát azért ez nem volt ilyen egyszerű mindig, mert ez tehát nem jellemző, de, nyilván de akkor itt kapokat, kaptatok az alkabon és kifaggattátok a pásztorlás csinyáról? Hát nem, de arról, hogy, arról, hogy kölcsönösen nagyra értékeljük egymást, és világra szóló cimborák vagyunk, ezt gyakran azért el kellett, meg kellett állapítani, ugye, mennek azért ott volt egy, volt például egy sokkal később műrában, ö, ott betévettem egy, ö, hát egy teraháznak mondott, gyakorlatilag egy ilyen szerencsejáték ö, intézménybe, jó, tát, és kádét ö, 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 ittak. Műrát egykori ö, kalózok alapították, és talán innen adódott a, a dolog, hogy a, egy ilyen harcsa bajszú török, ö, hát nem tudom, milyen tulajdonos ö, megjelent egy forró távval, és ö, és mindenféle, hogy mondjam, esély nélkül ultimátumszerűen ott megtáztatott, de olyan környezetben, ahol nem feltétlenül szeretett volna az ember olyan sok időt eltölteni. De viszont nem lehet mondani, a tanácsos. Így van, így van. Hogyha egy kicsit, nem tudom, hogy... Most akkor Attila, neked volt az elején kérdésed, nem szeretett? Én az előbb azt vettem, hogy halászról mondanak a Engem érdekelt volna. Ha nem, tovább is valami... Igazából, Uh, úgy, úgy tudnám mondani, hogy uh, ugye, gyakorlatilag általában a, halász, a halászok, tehát uh, sok uh, több helyen próbáltunk valahogy hajóra szállni mi is, uh, és uh, és hát uh, nagy, ezek a halászok azért, ezek jól bírják a tengert, nem feltétlenül, hogy mind mi, és nagyon érdekesek, hogy a török hajók azok ilyen nagyon lapos építésűek. Tehát, ilyen, ilyen, tehát csak egy ilyen teknőszerű az alja. Tehát kinyújtott és, a víz. És kvázi. elképesztően imbolyogna. Ah, és akkor ezzel kapcsolatban volt számos uh, kalandunk, de azért ebbe uh, most nem. Nekem ezek nagy élmények voltak, de lehet, hogy a, inkább a, a, hogy mondjam, a túlélést a akartam, hogy Lehet, hogy élmény volt, de jó, hogy jó. Az a helyzet, hogy ezeket a képeket de és a te beszámolóidat hallgatva valóban azt gondolom, hogy ez egy utazás, amit a nektek köszönhetően mi is megtehetünk, mert nem egyszerűen illusztrálva van ez az utazás, hanem hát ugye nem véletlen, hogy filmes szakma, abból a fotó, tehát a vizualitás, ez nagyon-nagyon magas szinten jelenik meg a könyvbe. És hát a szöveg az, az, segít abban, hogy mint egy bédekker minket is végigkalauzoljon. Egyébként a szöveget azt kiírta hozzá. Hát alapvetően ezt én írtam, Grül Tibor lektorálta, uh, lektorálta illetve hát hosszas unszolásomra a, a kis-ázsiai kötetben, ott viszont jó pár helyen a Tibor egy egy össz történeti összefoglalót uh, írt a, az eseményekről, uh, különösen akkor, amikor egy-egy missziós út között történik valami, amit meg kell, hogy értsünk, hogy mi történik, lásd Jeruzsálemi zsinat, és a többi. És a többi. Ezekről ő írt egy nagyszerű történeti összefoglalókat, amik segítik egy kicsit így ezt a nagyon szertágazó történetet így összetartani. Nekem az az egy óriási élményem és meggyőzés, át a fotókat, hogy a esztétika tudományának a doktora, azt úgy hívják, hogy ja, tehát, is, tehát annyira fantasztikus, hogy olyan gyönyörű képeket csináltatok, és, és hát tehát komolyan, tehát önmagában a könyv ezért már önmagában lenyűgöző egyébként. Igen. Tehát az információktól függetlenül, és a, ez, ez mint Mankótól függetlenül, már a képek olyan gyönyörűek, hogy tényleg ez... Nyilván ez a fotóalbum, az talán egy old school műfaj önmagában. Nem Sajnos el... mondhatnám. Igen, el. igen. Kétségkívül van a műfajjal is egy, egy ilyen, egy ilyen szembeszállás a korszellemmel, Uh, ugye egy-egy ilyen kötet, az olyan köze három kiló, két és fél kiló egy, uh, uh, és, uh, és valóban egy tudatos uh, visszanyúlás talán ahhoz a világhoz, amikor még a fotóknak nagyobb uh, tisztessége volt, meg, uh, meg, uh, meg egy más uh, módon készültek. Én például nagyon-nagyon örülök, hogy ez a már emlegetett, meg mutatott uh, címlapfotó, ez... Ez analóg kép, tehát ez klasszikus mm. filmre készült. Ez is egy kicsit uh, harca igen. korszellemmel. Nagyon jó. Ha És tetsz. hát ugye nem, nem cél, hogy mondjam, nem egy, um, egy ilyen um, cél nélküli harc, hanem ennek oka van, hiszen másképp néz ki egy rendes filmen egy fotó. Hát, igen. Szerintem is van benne egy egy, egy, egy olyan... Ö, nem nem öncélú -e harc, azt akartam mondani. Hát, igen, a... a a lányom mondta egyszer nekem, is nagyon tetszett, hogy a digitális világ az egy következmények nélküli világ, tehát mm -hmm. hogy, hogy nincs, a filmnek azért van következménye, ott nem lehet, tehát ott más összeszedetlenek kell lenni, és ez, ez gyakran segít az úton maradni. De ez csak egy kitérő a pálapostol a, a útjáról. Attila, egy pár Analog Pár percünk maradt, most Igen. mi legyen az, amivel lekerekítjük, rábízzuk a, a Lacira, rá hogy. Hadd mondjak mondja, el na, egy, egy ami ja, nekem egy fontos történetet. Ugye Pál ö, próbált ugye eljutni ö, Ázsia tartományba, de nem engedi őt a szellem, és ezért aztán ott ö, kereste az utat, ö, Kis-Ázsiában, és végül elért ugye Troászba. És hát ott töltötték az éjszakát. Ugye ez volt az a, a az éjszaka, ami megváltoztatta Európát, hiszen ekkor kapja a pál azt az álmot, hogy megjelenik előtte egy makedón viseletben egy férfi, aki azt mondja neki, hogy jöjj által Makedóniában, és légy segítségül nekünk, és ezért másnap ő elmegy Európába, és itt kezdődik gyakorlatilag Európa evangelizálása. És mi is este értünk uh, a Troász egykori rómaihoz a tengerpartra, egy uh, régi kikötő, római kikötő rómiai felelhetők ott. Hogy hívják ma? Ez, ez, egy rom település, tehát nincs ott uh -huh. település mellett Település. És Uh, gyakorlatilag az volt a, a nekem az elképesztő felismerés, hogy, hogy a Európa és kis között az egyik legszorosabb kapu az Troász volt. Innen indultak a, a, a hajójáratok um, Európába, uh, ugye a ma Görögországnak, Nápolis, az Filipinek a mondjuk úgy, hogy a kikötővárosa volt felé. És gyakorlatilag Pál úgy vándorol, és úgy keveredik el, fogalma nincs, hogy miért, meg hogyan, truázva, hogy gyakorlatilag az európai utazás első számú hát induló helyére ér oda. Tehát semmi, nem tudja, hogy miért megy oda, de egyszer csak ott ö, o, oda kerül, éjszaka látja ezt a látást, és másnap világos, hogy neki fel kell szállnia arra a hajóra, ami Troászból indul, nem máshonnan. Mm -hmm. És hogy ez, ez ezen az ember ott a helyszínen, amikor ezt megérti, akkor nagyon bele tud borzongani, hogy milyen elképesztő vezetés volt ennek az, az embernek az életében. Azóta kilométer. Igen. Az a kapu. Igen. Ezek után másképp fogjuk olvasni az apostolok cselekedetét. <gül> <gül> és hát szerintem ezt javasoljuk az összes hallgatónak is, mert ez egy szellemi utazás volt, amit a te csodálatos képeid vizualitássá tettek, és hát valóban nagyon köszönjük a szakértő professzor Gültibornak azt, hogy ezt olyan mélységűvé tette, hogy, hogy egy, egyfajta nem, nem mondom, hogy tankönyv, de valamennyire még tanulni lehet olyan könyv, amiből lehet tanulni. És nem mellesleg gyönyörködni benne. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked, hogy ebben az élményben részesítettél bennünket, és hát bizon benne, hogy minden ö, olvasó is osztani fogja ezt a nézetünket. Mi, mi, mi már le vagyunk nyűgözve, nem, Attila? Én nagyon-nagyon szívvel tudnám ajánlani, hogy mindenkinek gyönyörű. Gyönyörű és tanulmányos, tehát abszolút tanít sok olyan dologra, amit, Ami tényleg, amire az ember ugye, a pusztán a abcsel olvasása közben nem biztos, hogy odafigyelsz. Pont azért, mert az ember valami vizualitás, ez a... nagyon fontos. Mert itt élünk, és igen, nem tudjuk igen, elképzelni igen, igen. azt, is, Kultúrákal... és ezt lehetővé tett számunkra, igen, igen. hogy ezt el tudjuk képzelni. Ez egy, igen. ez egy óriási. Jobb lett volna, hogyha szóltál, hogy menjünk veled, de, de ez elmarad, most már maradt Úgy érezzük, ez. Hogy ez. Mi, hát ezt ezt is, mi ezt is, mi is nagyon köszönjük, tényleg, sokat, sokat pótol megbocsátjuk. Köszönöm szépen, de óriási kegyelem. Tehát én nem vagyok egy, egy, egy rutinos utazó, Utazán. aki csak úgy bevágja magát, aha, és aha. a vagányon megy. Nekem erre, tehát... Rá kellett készülni. Igen, igen, és hogy Isten kegyelméből ezt a... Ez 40 ezer kilométer körülbelül az, amit lejártunk, az a föld kerülete. Az komoly. Hány nap alatt? Két hát év. összesen négy év, összesen négy év, év, hát nyilván nem folyamatos úton. Hát De ez is jelzi állapostólnak a teljesítményét. Igen, óriási. Igen. Nagyon köszönjük azt, az, hogy megtetted helyettünk ezt az utat, és olyan élménnyel, és olyan szuvenírrel jöttél vissza, ami nekünk is megadja ezt az élményt. Köszönjük a beszélgetést. Nagyon és köszönjük. És Köszönöm.